Székely, nem győzöm elégszer köszönni a türelmetlennek a vernek időjárásban. Folytatjuk a vizsgát. Előre mondom, hogy Tommal itt az utca túloldalán lent van egy dohány volt remek ideg ásványvizekkel és hasonló nyalánságokkal, hogy valakinek a következő szünetben megérkeztek, egészségesek és vidámak. Örülök. Köszönöm szépen. Lenne még valami, ami is szerint. Louisa Pálfiról van szó. Megint rosszát tett a tűzre. Most éppen nem, csak gyertek be, csak semmi félelem. Rokonok vagy? Mind a mai napig soha nem látták egymást. Hát ez fajlalmas, nem? Két kislányok ennyire hasonlítanak egymásra, biztosan nagyon jó lesz a barátoknak, ne? Na, hogy gyerekek, ne álljatok olyan idegen egymás mellett. Gyertek, fogjatok kezdet! Ne! Elmehettek.
csinálja? Gondolsz? Vagy inkább tűnt ki alá. Így fog sétáltani az ember szintén. Köszönöm. Ezért vagyok ilyen zajos gyerek. Mondja, apukám. Ő sisek?
tudni. Én is! És hol születtél? Linzán. Én is! Neked van végképed az egyik eltől? Van. Elég van. Oké. Én anyukám. Én anyukám. A mi anyukám. Mi anyukám? Magamban tartani, muszáj elmondanom önnek. Nyomja, hogy ezt így kedvesen. Utána néztem a felvételi könyvben, hogy Louise Parfait és Lotte Körner egy azon napon születtek Linzben. Ez valószínűleg nem érdekesen. Előnyek is megvannak a magam gondolatai. Szóval tudja. Természetesen. Amikor a kis Lotte Körner betegeire a lábát, egyből összehasonlítok az adatai Louise-val, és egyedetek egyeznek. Ez mindenki lesz, nem gondolja? És most mit fogunk csinálni? Semmi. A gyerekek nem segítenek semmit. És maga már ilyen bővítkezni fogunk a felettére sok szerint látszunk. Köszönöm a megértését, kedvesen. Köszönöm.
Tamáskám, bocsáss meg! Thank you.
Kérek, és folytatjuk a második folyam mintájával.